Jó estét kívánok, köszöntöm a Zemplén televízió nézőit. Első kézből a Sárospatakról, igen, a nyáron is köszöntöm a stúdióba Aras János polgármester urat, és örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat a nyári időszakban is, tehát nincs pihenő Sárospatakon ezek szerint. Jó estét kívánok, tiszteltel köszöntöm szerkesztő urat, illetve köszöntöm az Emplén Televízió valamennyi nézőit, megkülönböztetett tiszteltel a Sárospataki lakosokat. Valóban nyáron sem áll meg az élet, de szerintem nem csak Sárospatakon, hanem valamennyi felelősen gondolkodó település vezető rendelkezésre, hogy kell, hogy álljon, főleg azokba az időszakokba, amelyeket most élünk, hiszen szinte hetente vannak olyan pályázatbeadási határidők, amikor nem csak a város vezetőinek, hanem a képviselőtestületnek is rendelkezésre állnia. Meg is ragadom a lehetőséget, hogy megköszönjem a Sárspot, képviselőtestület valamennyi tagjának, hogy mindig határozott képességet tudnak biztosítani ahhoz, hogy a pályázatokat be tudjuk nyújtani. Igen, mert jóformán hetente van ilyen. Mikor jön majd egyébként ez ebben az első kör, amikor kapnak értesítéseket? Nagyjából tavasztól van, ha jól emlékszem, a tapos pályázatok beadása, és valóban szinte hetente. Jelenlegi információm alapján késő összeállválhatóak az első, reményeink szerint pozitív elbírálásról szóló döntések. Beszéljünk a munkanélküliségről, mert hogy erről volt a legutóbbi képviselő testület ülésen egy beszámoló, a járási hivatal foglalkoztatási osztályának a vezetője részéről. Milyen adatokkal tudott szolgálni, és melyik időszakról is beszélünk? Most már harmadik éve nagyon kedvező adatokat látunk a munkaügyi központ vezetőjének a beszámolója kapcsán. Ez azt jelenti, hogy 5-6 százalék körül van a regisztrált álláskeresőknek a számos árospatakon. Erre mondhatnánk, ez messze a legjobb az egész környéken, erre mondhatnánk, hogy milyen jó, az, hogy mégsem lehet örömkönnyeket látni sem az én, sem a képviselő testület tagjainak a szemében, az attól van, hogy mégsem azokat a munka Köröket ö, nem tudjuk betölteni, hiszen eljutottunk odáig, hogy meghirdettünk egy autószerelői állást, meghirdettünk egy sofőrállást, vagy meghirdettünk más állást. Tudom, hogy vállalkozók is vannak, akik árumozgató, árubeszerző áru beszerző állásokat hirdetnek, és már nincs, már nincs. Tehát aki dolgozni szeretne, az vagy el tudott helyezkedni, vagy pedig a start munkaprogramban, vagy esetleg a közmunkaprogramban biztosítunk neki lehetőséget. Ö, tehát ami miatt mégsem vagyunk felhőtlenül boldogok, az az, hogy elsősorban a középiskolát, vagy éppen főiskolát, felsőoktatási intézményt végzett, fiataljainknak, továbbra sem tudunk olyan lehetőséget biztosítani, hogy megtartsuk őket, visszacsábítsuk Sárospatakra, vagy esetleg újabbakat hozzunk. Bár a néhány évvel ezelőtti negatív tendencia az lassulni, sőt megállni látszik, mégis mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy főleg a valamilyen szakképzettséggel, vagy éppen felsőfokú oktatás intézményben szerzett diplomával rendelkező fiatalokat meg tudjuk tartani és visszahozzuk Sárospatakra, ehhez munkahelyeket kell teremteni. Na de ezt hogyan, mint önkormányzat? Ugye ez sokszor korábban elhangzott, például a közfoglalkoztatás kapcsán, hogy hát nehogy az önkormányzat legyen, tehát nehogy átforduljon ez a dolog arra, hogy az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató, hiszen iparra vagy kereskedelemre szükség van egy-egy települése. Milyen eszköze lehetősége van akkor az önkormányzatnak? Korábban az önkormányzat az egyik legnagyobb munkáltatók közé tartozott, hiszen oktatási intézmények, szociális intézmények tartoztak hozzánk. Amikor az oktatási intézményünk nagy része átkerült más fenntartóhoz, egyházhoz, vagy éppen a klikhez, akkor ez a ez az állapot ez megszűnt. Az önkormányzat a saját intézményeiben, saját cégeiben végzett fejlesztésekkel tud újabb munkahelyeket teremteni, pályázati lehetőségek vannak rá, és ezeket ki is használjuk, illetve amit mindig is mondtam, hogy nem az önkormányzatnak kell elsősorban effektíve munkahelyeket teremtenie, hanem segítenie kell azokat az elsősorban a elsősorban kis és közepes vállalkozásokat, akik szintén pályázati forrásból, vagy a munkahelyek megtartása érdekében, vagy ahogy láttuk az utóbbi öt évben itt Sárospatakon, hiszen nagyon kedvezőek voltak ezek a számok is, fejlesztésekkel 8-10-15 esetleg 20 munkahelyet tudnak teremteni. Láthattuk, hogy hiába folytatunk szinte reménytelen tárgyalást, több száz munkahely ö, megteremtése érdekében, ugye itt volt a kínai vállalkozók, akivel sokáig folytattuk a tárgyalást. Ö, be kell látnunk, hogy addig, amíg az infrastruktúrális feltételek, gondolok itt elsősorban a vasútra, gondolok a közutaknak az állapotára, ö, és gondolok a Budapestől a repülőtérről való távolságra, tehát ö, elég kicsi az esélye, hogy ilyen több száz főt foglalkoztató ö, nagy céget ide tudunk vonzani. Természetesen erről sem tettünk le, mert ha egyetlen egy ilyen céget sikerülne sárspatakra vagy sárspatak környékére csábítani, akkor az nagyjából minden gondokat meg is oldalá, a munkahely problémákat is, illetve a, az iparüzési adóval kapcsolatban is pozitív változás léphetne életbe. És a pontosan a topos pályázatban nem olyan régen beadott ipari parkos pályázat, az e... hogyan kapcsolódik -e erre? Beadtuk az ipari parkos pályázatunkat, közel 500 millió forint értékben tervezünk ott fejlesztést, tehát itt is annak a lehetőségét, hogy cégek megtelepedjenek, idejöjjenek, fejlesztenek, munkahelyeket teremtenek, az önkormányzat biztosítani tudja, de az önkormányzat a cégek nevében felvenni munkaerőt már nem fog tudni. A feltételeket tudjuk biztosítani. Ahhoz, hogy mondjuk idejöjjenek, kell munkahely, meg kell lakhatás is. Ebben viszont nagyon tudott lépni az önkormányzat többször beszéltünk már arról, hogy egész egyszerűen, hát mondjuk úgy elfogytak az építési telkek patakon, a közigazgatási területen, nem nagyon rendelkezett ilyennel az önkormányzat, hogyan tudott és milyen formában segíteni? Egy újabb nagyértékű ingatlannal gyarapítottuk Sárospatak önkormányzatának a vagyonát, hiszen néhány évvel ezelőtt a korábban elkótya vegyélt, régi malomtelket tudtuk megvásárolni. Ugye emlékszünk rá, hogy ez az akkori Miskolc Egyetem Koméniusz Karának a tulajdonában volt, ők értékesítették két részletben, egy multinacionális cég vásárolta meg azzal a szándéka, hogy ide egy nagy áruházat épít. Erre lehetőség nem volt, nem engedte a városrendezési terv. Zárójelben megjegyzem, hogy nem is biztos, hogy a város központjában ez jó lett volna, hiszen akkor az összes patakon élő kisvállalkozás vállalkozás bezárhatta volna a boltját. Lényeg az, hogy ez az értékes telekező ö, a, a malom épületének lebontása és a, abból ö, egész komoly összeget jelentő ö, értékeknek a kiárusítása, ezt is csak zárójába jegyzem meg. Után itt hevert a városközpontban központban parlagom. Hosszas egyeztetéseket folytattunk arra, hogy más területre próbáljuk meg elcserélni, hiszen Végardón, Kispatakon, Bodroghalácban ö, lett volna szerintünk is létjogosultsága egy ilyen multinacionális ö, cégnek. Ez az egyeztetésünk nem sikerült. Majd, amikor nem tudták értékesíteni, ö, több mint 200 millió forintra tartották ezt a telket, meghirdették, akkor jelentkeztünk, mint potenciális vevők, és ö, nem titok elmondhatom, 60 millió forintért meg tudtuk venni a két külön értékesített telket egybe. Tehát 60 millió forintért növeltük ezzel a városnak a vagyonát. Terveink vannak ezzel a telekkel. Most, ami egy újabb ö, vagyongyarapodást jelenthet, ez Kispatakon az úgynevezett Keller-féle lakóparknak a még beépítetlen része. Két részből tevődik össze, van ugye a két felhúzott épület, amelynek nagy része még üresen áll, ez jelenleg a Questornak a tulajdonában van. Nem tettünk le arról, hogy esetleg valamilyen formában hozzájussunk ehhez a két épülethez is, ám a körülötte lévő 38 darab közműösített építéshitelket, a két horgásztavat, az idősek otthonának a helyét, a benzinkútnak a helyét tervekkel együtt, és szintén egy nagy áruháznak a helyét, azt meg tudtuk vásárolni. Mindkettőt, tehát a malomtelket is, és a Kellerfél lakóparkot is címzett állami támogatásból, tehát önkormányzatnak nem kellett hozzátenni egy fillért, sem vásároltuk meg. Azt sem titok, hogy a 450 millió forintra becsült ö, ö, telket, azt végül is bruttó 300 millió forintért vásároltuk meg. Még egyszer hangsúlyozom, hogy címzett állami támogatásként ezt megkaptuk, és amiért tettük ezt, ez elsősorban a 38 darab közművesítettelek, hiszen szeretnénk még ezen a nyáron kidolgozni egy olyan konstrukciót, hogy kedvezményes formában, akár a csoknak az igénybevételével is, sárospataki fiataloknak, vagy sárospatakra letelepedni szándékok, letelepedési szándékkal érkező fiataloknak ezt kedvezményesen értékesíteni tudjuk. Akkor ez őszre így meg lesz. Van egyébként, tehát még mielőtt mondjuk egy ilyen címzett támogatás érkezik, voltak olyan igények, hogy szükség lenne új építési telkekre, tehát ami alapján egyáltalán ez az egész folyamat így elindul? Persze, hát ezért is fordultunk kérelemmel akkor a kormányhoz, mert Sáspatok önkormányzatának már nincsenek olyan telkei, amelyeket itt a, a városban, hiszen elsősorban a város központjához közel szeretnének letelepedni vagy építkezni a fiatalok. Tehát ilyen telekkel nem rendelkeztünk, éppen is ezért fordultunk ezzel a kéréssel, és örömünkre ez meghallgatásra és pozitív elbírálásra került. Beszéljünk egy tokai eseményről, a második megyenapról, ahol Sárospataknak a kincseink elismerés kettő kategóriában is kijutott fogalmazzunk így, kettő megyei értéket ismertek el. Mi ez a két érték, és hát mit tud ezzel a elismeréssel kezdeni a jövőben a város, illetve magunk az értékek? Amikor a kormány rendelte alapján a helyi értéktárbizottságok elkezdtek megalakulni, mi Sárospatak az elsők között voltunk, akik ehhez csatlakoztunk, és akkor szembesültünk azzal, hogy milyen óriási értékekkel rendelkezik ez a csodálatos kis település. Több kategóriába szedtük össze az értékeket, és a Sáspataki Értéktárbizottság, amelynek a vezetője Csatlósné Komáromi Katalina Művöldés Házának a vezetője és szakemberekkel vette magát körül. Tehát több kategóriában is eljutattuk a helyi Értéktár által itt helyben felvett értékeket a megyei Értéktár amely a megyei közgyűlésnek a, a működése alapján végzi a tevékenységét. Én azt hiszem, hogy Sárspatak a legaktívabb település, hiszen mi rendelkezünk a legtöbb megyei értéktárbizottságba felvett helyi értékkel. Ezt azért is mondom, hiszen jó magam is tagja vagyok a Megyei Értékottságnak. Tavalyi évben először ö, osztották ki a Megyei Értékdíjat. Ö, a tavalyi évben is díjazott volt sárospatak a Megyerhegyi tenger egy jelentősebb összeget is nyertünk ö, ezzel a díjunkkal. Ebben az évben nagyon nagy örömünkre nem csak egy, hanem két kategóriában nyertünk, hiszen fürdő kategóriában a Patakva KFT által üzemeltetett végadófürdő lett a, a díjazott, lett az első helyezett és a Bodrog néptánc együttes, amely tavaly ünnepelte a jubileumát, pedig abba a kategóriába hozta el az első díjat. Gratulálok a mind a Végadófürdőnek. Végadófürdőről ugye tudni kell, hogy tavalyi évben egy nagyon szép eredményt tudott produkálni, közel 250 ezer látogatót vonzott, amelyel továbbra is a térség legnagyobb idegenforgalmi attrakciójának számít. Természetesen nekünk önkormányzatnak, mint tulajdonosnak az is fontos, hogy nyereséggel működik ez a fődő, csak a tavalyi évben közel 80 millió forint tiszta nyereséget tudott produkálni, úgy, hogy még különböző apró fejlesztésekre is volt lehetőség, ez egy nagyon nagy dolog. A Bodrog Néptánc Együttest pedig nem kell senki mindenkinek bemutatnia. Sajnos vagy szerencsére ma már a térség szinte egyetlen olyan néptánccsoportja, csoportja, amely jelentős megyei és országos díjjal is rendelkezik. Most a bornapokon lesz lehetőségünk megtekinteni az ő újabb produkciójukat. Gratulálok nekik is a színvonalas munkához. Hogyan lehet ennek hozadéka? Kinek üzenet ez? Elismerés, akik benne vannak, ezzel foglalkoznak, de a Külső szemlélők, a nagy nyilvánosság számára ezt hogyan lehet uh, hasznosítani, hogyan tudnak belőle profitálni. És a másik uh, kérdésem az, hogy ugye a következő lépcső lehetne akkor a Hungarikum? Mert valahol, valahol így jönne, jogszabály szerint. Lehet. Tehát, ahogy említettem, nagyon sok értéket vettünk már fel a megyei értéktárba és ez a kérdés elhangzott nemrég egy más fórumon is, hogy van-e valami olyan sárospatak érték, amely már tagja a megyei értéktárnak, és esetleg a hungarit is pályázhat. Én azt hiszem, hogy akár a Bodrom néptánc együttes, akár a tavalyi díjazott megyerhegyi tengerszemünk, főleg akkor, hogyha a beadott pályázat alapján az elképzelt fejlesztéseket meg tudjuk valósítani, méltán lehet majd Ö, várományosa egy, ö, egy ilyen országos díjnak és egy hungarikum díjnak is. Ehhez még sok munkánk van. A kérdés első felére válaszolva, elsősorban valóban elismerés azoknak a szakembereknek, akik ö, Ezeken, ezeknek az értékeknek a megóvásán továbbvételén dolgoznak, ugyanakkor nem titkolt szándékunk az, hogy Sárospatakot ezzel is kiajánljuk, még vonzóbbá tegyük. Nagyon jól tudjuk, hogy a térség legnagyobb vendégészakai forgalmat lebonyolító település továbbra is Sárospatak, ezzel megőrizve és további előnyt szerezve Zemplén és Tokajhegy alja kulturális és igen, forgalmi, címben. Csak a tavalyi évben vendég éjszakák száma meghaladta a 65 ezret, a mögöttünk következő négy település összesen nem ért el ezt a számot. Ez se azt jelenti, hogy minden nagyon jó, minden nagyon szép és nyugodtan hátradőhetünk, hiszen látszik az, hogy például augusztusban már nagyon nehezen tudunk szállást biztosítani az ide látogató turistáknak, tehát szálláshelyek számában is ö, bővítést kell majd ö, támogatnunk. Nem biztos, hogy az önkormányzatnak kell fejlesztenie, de lehet, hogy vállalkozókat kell támogatnia, illetve vannak olyan attrakciók, Újink, amelyek továbbfejlesztése elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a turistákat, hiszen a turisták ö, egésze az, az marad, bár most a, a külföldi helyzet az talán a belföldi turizmusnak a megnövekedéséhez vezethet, és a statisztikai alapok, ö, a statisztikai alatok alapján örömmel látom, hogy Sárspatak ez kiemelten jellemző, tehát ebből a, az egészből kiszakítani egy nagyobb szeletet nagyon nehéz, mert azért vannak a környéke más települések. Mezőkövesd, Eger, Bogács, Nyíregyháza, akik szintén szeretnének még több turistát vonzani. Tehát tovább kell fejlesztenünk a fürdőt, hiszen a jelenleg nyári fürdőként három hónapban tudja ezt a vendégszámot produkálni. További lehetőségeink vannak a Bodrogparttal kapcsolatban. Beadtunk egy víziturizmusos pályázatot, amely felső Bereckitől egészen Tokaig rendezné majd ezt a helyzetet, és a tengerszem az, ami, amit tovább kell fejlesztenünk, mert látható, hogy egy-egy hétvégén óriási tömeg látom ki A világhírű Megyerhegyi tengerszemhez. Az, hogy néhány nappal ezelőtt bejelentették, hogy ö, kiemelt turisztikai terület, nem tudom pontosan, nem emlékszem így rá, de Tokaj benne van, Tokaj hegye, Sopron és talán Balaton nem vagyok benne hirtelen, biztos. Erről van már információ, hogy ez mit jelenthet? Négy régiót ö, neveztek a következő évtől kiemelt fejlesztési területnek. Valóban Sopron és környéke, Balaton és környéke. Ö, Budapest és környéke, és ki volt a harmadik? Mert egy hegy a, a negyedik. Három, és akkor Tokaj olyan volt a negyedik. Ez azt jelenti, hogy azok a fejlesztési elképzeléseket, amelyeket például a tokaj Hegyai Fejlesztési Tanács munkaszervezete már szépen összegyűjtött és rangsorolt, ezekre reményeink, komoly reményeink vannak, hogy ezek megvalósulhatnak, pedig kiemelt támogatásként, tehát valószínűleg nem kell majd olyan nehéz körülmények között pályázni, mint mondjuk egy topos pályázatnál vagy más uniós pályázatnál, tehát további fejlesztési, fejlődési lehetőséget látok. Látható az utóbbi másfél-két évben a kormány komolyan gondolta a Tokaj-hegyajának, tokaj bor vidéknek, a tokai borvidék 27 településének a kiemelését és a fejlesztését. Ennek biztos, hogy lesz hozadéka. Én úgy látom, hogy a települések átlendültek azon a holdponton, amikor mindenki csak a saját kis környezetét, a saját települését próbálta meg fejleszteni, és a saját programjait próbálta minél inkább előtérbe helyezni, még akkor is, hogyha más települések kárára kellett ezt tennie. Tehát úgy látom, hogy ebben előrelépés van, mozdulás van, elmozdulás van, hiszen mindenkinek meg kell értenie, hogy egész tokai hegyalja fejlesztésében kell gondolkodnunk, a 27 településnek együtt kell tenni a koncepcióját, egymáshoz össze kell hangolni a programjait, mert csak akkor vehetjük majd föl a versenyt, akár Tiszató környékével, akár a baratoni régióval, Budapeste vagy Sopron környékével. Fog ez menni? Most ugye nemrég láttunk egy példát erre, amikor a 27 településnek össze kellett zárnia, de azért gondolom ott is voltak csiszolódások. A jövő miatt meg még jobban együtt kell fejleszteni. Én nagyon jól emlékszem az első találkozásra, amikor a 27 település polgármestere leült egy, egy terembe, már ez is szenzáció volt. Ahhoz képest valóban vannak összezördülések, hiszen még mindig vannak olyan települések, akik jó dolgozzunk együtt, de csak azután, hogy én megcsináltam a sajátomat. Tehát ez nem fog sokáig működni, és nem fog tovább működni. a települések nagy többsége megértette, hogy hogyan lehet tovább lépni és fejlődni, hogyan lehet egymást tevékenységét megerősítve a, a saját településének az előnyére fordítani. Én komolyan úgy látom, hogy ebben óriási lehetőség van a Tokai borban, Tokai aljában, Zemplénben, az ország egyik legcsodálatosabb vidéke. Tehát, hogyha összezárunk, összefogunk, együtt tudjuk ezt megvalósítani, akkor biztos vagyok benne, hogy mind az itt töltött vendégészakáknak a számát, mint pedig a programokat azt tovább tudjuk majd növelni. Ugye látható, hogy tudatosan nyitunk most már nem csak a szlovák és a lengyel piac felé, hanem a cseh nép felé, a cseh köztársaság felé is. Újabb testvérvárosi szerződéseket kötöttünk szlovák településsel is, és például Bártfával csodálatos település, ajánlom mindenkinek, hogy látogassa el, és ha netán a Bártfaiak nézik, akkor kérem őket, hogy jöjjenek el Sárospatakra, és nézzék meg Zemplén szépségeit, de Csehországból is két településsel, az egyikkel Indri Csofradeccel már megkötöttük a testvérási megállapodást, és uh, Uherszki Brodda, a a szülővárosával pedig előkészületek vannak. A cseh piac valahogy kimaradt, nem jutottak el eddig a régióig, megállnak a Balatonnál, vagy éppen Budapestnél. Most uh, uh, nemrég látogatást tettem Csehország magyar nagyköveténél, és Prágában és Pozsonyban a szlovák nagykövetnél is, és mindkettőjüket kértem, és mindketten biztosították, hogy az Empléni, Tokaj, és Ásbataki programokat azokat népszerűsíteni fogják. Természetesen felajánlottam, mint ahogy most örömmel tettem az EGRI Bikavér Fesztiválon is, hogy mi pedig abban járunk közre, hogy Tokaj hegyaját népszerűsítsük a körükben. ennek a tájnak a szépségeit, gasztronómiai élményeit és tokai borokat bemutassuk. Is. Ezekben a, a lehetőségekben így, hogy megvan az első lépés, az önkormányzat lényegében megtette a, a hogyan továbbról, mennyire sikerül ilyenkor egyeztetni. Ugye millió meg egy alkalommal azt mondta a polgármester úr, hogy a protokollátogatásnak úgymond nincs értelme, hanem legyen tényleg turizmus, működjön, ha meg gazdasági kapcsolat jönne, az volna a legjobb. De ez hogyan tud tovább menni, mennyire kell folyamatosan ott lennie az önkormányzatnak ebben a kapcsolatrendszerben, hogy valóban működjön. Az elején teljes mértékben a polgármestereken, a képviselőtestületen és az önkormányzatokon múlik, addig, amíg meg nem ismertettük a települést, meg nem ismertettük a kulturális szokásokat, hagyományokat a pataki lakosokkal, kisebb közösségekkel, csoportokkal, intézményekkel, iskolákkal, cégekkel vagy akár családokkal. Amint ez megtörténik, akkor ez már önjáróvá kell, hogy váljon. Például Ejzenakban most már harmadik éve megy pataki vállalkozó is mutatja be a pataki kerámiát, a pataki borokat. Most hétvégén Kolenyóban lesz egy nagyon szép ünnepség, hiszen 50 évvel ezelőtt írták alá elődeink a testvérvárosi megállapodást a Torino melletti település részel. Most is viszünk egy olyan pataki vállalkozót, aki nem csak a saját termékeit, hanem a Sárospatakra, tokaj jára jellemző termékeket, szörpöt, mézes kalácsot, sajtot, borokat, mézet fog bemutatni, és egy vásáron ezeket népszerűsíteni fogja, részben ingyenes kóstoló lehetőségét biztosítva, részben pedig természetesen lehetőséget adva a vállalkozóknak, hogy a saját termékeit népszerűsítse, ezen keresztül pedig Sáros Patakot mutatja be a nagy közönségnek. Hasonló lesz a helyzet majd Krosznóban, ott is egy nagy vásáron fogjuk bemutatni ezeket a termékeket. Természetesen a közelebb lévő településekre, például tánccsoportokat, kulturális csoportokat, Éppen most Tokajban a hímzőkörnek a tagjai voltak, ott is mutatták be az úri hímzésnek a e, tudományát, amelyet csak itt Sárospatakon e, művelnek már. E, tehát vásárokon a vállalkozóknak, ugyanakkor ezen, ezeken a vásárokon kulturális rendezvények is vannak, tehát itt pedig a kulturális csoportoknak biztosítunk lehetőséget. E, aztán az így a várost, települést, országot megismerő sárospatakiak pedig már maguktól is ellátogatnak későbbi időpontokban ezekbe a településekbe, barátságok alakulnak ki, és láthatjuk, hogy mennyi erkás rendszámú autó érkezik most már a fürdőbe, és egyre több szlovák nem csak a környékünkről, a Kassa környékéről, Helmec, terebes környékéről, hanem most már bátva környékéről is látunk turistákat. Azok a turisták, Természetesen nem csak a fürdőbe fognak eljönni, hanem ellátogatnak hazafel az helyi kalandparkba, megnézik a hercegúti világörökségi pincesort, elmennek a most felújított fűzéri várba, tehát ö, ö, ezeknek a testvérási megállapodásoknak, kapcsolatoknak ezeknek egy bővebb tágapozadéka is lehet. Egyébként, amikor itt kimennek ö, első alkalommal, akkor tehát itt visszaigazolódik, hogy világhírű a tokai, tehát tudnak róla, vagy a kássáros patakról? É, igen, a tokai borról mindenki tud, nem találkoztam még olyan, aki ne tudná, hogy mi az a tokai bor. Természetesen teszünk is érte, hiszen minden ajándék reprezentációs csomagba tokai bort teszünk, lehetőleg sárspataki termelőtől származó tokai bort, és hát örömmel konstatálom azt is, hogy sárspatakot is ismerik, hiszen sárspatak egy olyan történelmi, múltó és gyönyörű természeti adottságokkal rendelkező település, amely méltán viseli Zemplén és Tokajhegyai a kulturális központja címet külföldről közelítsünk Sárospatak irányába, iskolavárosból, egyetemváros, legalábbis egy itt lévő dokumentum alapján, és Egerről van szó, mert hogy július 1 az Eszterházi Károly főiskola egyetemi ranggal büszkélkedhet. Három évvel ezelőtt kezdődött a kapcsolat az Eszterházi Károly főiskolával, hiszen akkor olyan helyzetbe jutott a Comenius akkor már ugye nem önálló intézmény, hanem Miskolci Egyetemnek a Comenius kara, kara, volt, hogy komolyan veszélyeztette, hogy bezárásra kerülhet ez a kar. Ekkor vettük fel a kapcsolatot az egriekkel. Természetesen más egyetemmel, más felsőoktatási intézménnyel is kerestem akkor a kapcsolatot, hozzátéve, hogy nem feltétlen a polgármesternek a dolga ez, hiszen nem a mi fenntartásunkban volt, ám a Koméniusz főiskola, mi mindig csak így hívjuk, vagy a tanítóképző főiskola mindig is szerves része volt, jelenleg is szerves része, és szerves része kell, hogy legyen Sárospatak közéletének oktatásának hozzánk tartozik. Tehát egy olyan csúfságot nem engedhetett magának meg senki, hogy esetleg bezárás veszélye fenyegesse. Nos, három évvel ezelőtt nagyon komolyan beszélgettünk az akkori rektorúrral, Hauser Zoltánnal, ö, aki letette, hogy milyen fejlesztési lehetőségeket lát a főiskola életé kapcsán. Ezeket örömmel jelentem, hogy teljesítették is, megduplázták a hallgatói létszámot. Zárójelbe hozzáteszem, hogy még mindig van mit fejlődni, hiszen a 80-as évek végén, 90-es években több mint ezren jártak ide, ezer hallgató volt a Koménius főiskolán, ma még mindig csak az 500-at közelítjük, tehát van még hová fejlődni. Vállalták, hogy beindítják a szőlész örömmel jelentem, hogy ezt is teljesítették, hiszen szeptembertől indult, és visszatérve a tokajhegyai fejlesztéseket. Sárspatak az egyetlen olyan település az egyetlen olyan város a hegyaján, amely felsőfokú oktatási intézménye most már egyetemmel működik. Tehát a borászati képzésben, továbbképzésben és alapképzésben is egy nagyon-nagyon komoly szerepet szeretnénk zánni majd Sárospataknak, hogyha bármely más település ezt saját magának szeretné privilegizálni, akkor a kettő ütheti egymást, tehát itt is egy összefogás kell. Rengeteg szakember van Tolcsva környékén, eldőhorváti, Mát környékén, és nem szeretnék senkit kihagyni, akiknek mi itt ebben a felsőoktatási mi egyetemben biztosítunk majd Oktatási lehetőséget, és várjuk ide a, a hallgatókat. És a harmadik, amit vállaltak, az egy komoly fejlesztés volt. Tehát láthattuk, hogy néhány hónappal ezelőtt a Tanszálloda átadásra került, ezzel is ö, újabb férőhelyeket, ö, újabb szálláshelyeket biztosítunk az ide látogató turistáknak. Nos, ö, Eszterházi Károlynak, a, az egykori Egri érseknek, az egykori, egykori Egri Püspöknek az álma volt az, hogy egy egyetem ö, ö, alapköveit lerakja, az alapkövet lerakta, ám különböző okok miatt az egyetemi címet akkor nem kapta meg, és mostanáig kellett arra várni, hogy ez megtörténjen. Ö, azt elmondom őszintén, hogy egy pici bizonytalanságot érzek, de remélem, és látva a korábbi nagyon korrekt és jó kapcsolatot és az ígéretek betartását, remélem, hogy ettől nem kell majd komolyan félnünk. Tehát azért mégiscsak egy külön... Ö, gazdasági jogkörrel rendelkező kar volt, Kominius kar volt eddig, amelynek a fenntartó az Eszterházi Károly főiskola volt, most pedig kampuszként, mint egy intézményként fog működni, nem csak Sárospatak, hanem Jászberény és Gyöngyös is, hiszen ez a három korábban karként működő intézmény egység is most már az egyetem égisze alá került. Tehát Megkaptuk az egyetemvárosi címet Egerbe, örömmel vettem át államtitkár úrtól, és ebből az alkalomból még egy emlékérmet, egy kitüntetést is kaptunk, amely Eszterházi Károlyt a, az ötletnek a megálmodóját ábrázolja. Nagyon nagy reményeink vannak a, az egyetemi címmel, bízom benne, hogy ezeket valóra is tudjuk váltani. Ehhez viszont szükség van a szőlészekre, szükség van a borászokra, szükség, szükség, van a vállalkozókra, és szükség van az egrieknek a eddigihez hasonló hozzáállására. Egerben pedig ugye most volt egy borünnep, ami lesz hamarosan Sárospatakon, és ö, utolsó részében a műsorban beszéljünk a közelgő programokról, ö, így július második felében mi várható Sárospatakon. Már most csütörtökön folytatódik a mozipiknik sorozat a Művöldésház előtt, nagyon nagy sikerrel látogathatják az óriás kivetítőn Szabadtéren a ö, ö, vetített filmeket és közvetlenül ezt követően pedig éjszakai fürdőzés a végadófürdőben, tehát 15-én pénteken este, szintén mozivetítéssel, mozipiknikkel kötött éjszakai fürdőzés lesz bár nem szorosan program, de nagyon érdekli a sárospatakiakat. Most már többen jelezték, hogy megjelentek ismét a szonyogok. Sikerült nyár elején elkapni őket, tehát eddig nem volt probléma, úgyhogy szerda este vagy csütörtökön szonyogírtásra fölveszük ismét a harcot a, a, levegőből is, tehát helikopterrel is, és a sokak által észrevett új technológiával, amikor ez a füstötokádó autó is végigmegy a városon, egyébként nagyon hatásos azok a visszajelzések. Várostrom, ezen a hétvégén 16-án szombaton, 15-én már megkezdődik a program a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Várának a szervezésében és koordinálásában. Most már évek óta kerül megrendezésre, egyre többen látogatják ezt a turisztikai attrakciót is. Ezen a pénteken Bocsánat, szombaton 16-án a Tokai Katlanban, mint egy előzetese az Empléni Fesztiválnak a Kármina Burának kerül mutatása, akinek lehetősége van, tekintse meg, örökre szóló élmény, az biztos. 17-én vasárnap egy ö, térségünkben táborozó, több ö, válogatottat is térségünkbe vonzó sikeres sportágunknak a bemutatójára kerül a végadófürdőben, hiszen egy több mint 50 fős egy csoport látogat el ezen a napon Sárospatokra, ők itt edzőtáboroznak, itt készülnek fel a környéken, tehát 17-én vasárnap délőtt lehet majd velük találkozni azoknak, akik nem férnek a bőrükbe. Ezen a hétvégén ismét vízre szállnak a vitorlásaink, hiszen a kékszalag versenyt egyszer már megnyerték néhány évvel ezelőtt, most ebben az évben szintén részt vesznek a kékszalag versenyen, tehát ismét megtörténhet az a csoda, hogy tokai vitorlások, akik nem éppen optimális körülmények között tudnak Igen, felkészülni a strandon vagy a bodrogon dobogó éremeséllyel szállhatnak majd vízre. Nagyon szép eredményeink voltak, még mielőtt a borfesztiválra rátérnék, két karatésunk is világbajnoki címet szerzett az elmúlt héten, ők pedig Velmovszki Dóra volt, és Szója Erik, tehát mindketten újdonsült világbajnokai lettek a aki karatékáknak, és gratulálunk még Búza Ábelnek is, aki ugyan a döntőmérkőzést elvesztette, de nagyon tisztesen állt helyt. És még egy siker az elmúlt napokból, két fiatal úszónk is, Klamancsek György és Klamancsek Péter, mindketten az Árpád Vezér Gimnáziumnak a tanulói, egyik 9-es, a másik pedig 7 a Balaton átúszáson veszte, vettek részt, és fiatal koruk ellenére Borsodabói zemplén megye legjobb, két legjobb felnőtt versenyzője címet is elhozták, hiszen ők el a legjobb eredményt, 1 óra 36 perc alatt teljesítették a távot. Edzőjük, édesapjuk Dr. Klamancsek György. Jövő hét tehát borfesztivál bornapok. 22-én pénteken 18.30-tól lesz a -e megnyitó, másnap szakmai konferencia lesz, amelyre tisztelettel és szeretettel várjuk a borászokat, a borászattal foglalkozókat a hegyközség szervezésében, mint péntek este, mint szombat este pedig a, a Makóhez téren rendezvényekkel, borkóstolókkal, jó hangulattal várjuk a sárspatakiakat és a patakra érkező vendégeket, 30-án szombaton pedig Ergó koncerttel, szintén a Makóhez téren várjuk a, a sárspataki lakosokat sokat és a vendégeket. Utána pedig augusztus 12-től a Zeppelin Fesztivál, de erről még beszélünk majd a Zeppelin Televízió műsorán. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, nyugodalmas jó éjszakát kívánok. Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra.